Marcaliban is készek már a tervek egy 24 lőállásos, nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas lőtér építésére, írta a Somogyi Néplap 1976. április 10-i száma. A Magyar Honvédelmi Szövetség a fiatalok neveléséhez a lövészet elsajátítását is fontosnak tartotta akkoriban, így légfegyverekkel és kiskaliberű puskákkal gyakorolhattak ezen a pályán. Marcaliban két laktanya is funkcionált ebben az időben, így a katonák és rendőrök is igénybe vehették a lőteret. A lőtér búcsúztató partin Fehér János tartott ismertetőt a lőtér történetéről. A lőtér kérdés az meghatározó volt, és nagyon bonyolult és nehéz feladat. Nem volt más lehetőség, össze kellett dugnunk a fejünket és keresni a lehetőséget egy új lőtér építéséhez. Nekem jutott az a hálatlan feladat, amiért kaptam elég hideget is, néha meleget is, hogy megkeressem azt, hogy hol lehet egy alkalmas területet kapni, vagy szerezni a lőtér. Én ezt néztem ki, nem csak én, hanem azok a MHS aktivisták, akik annak idején együtt dolgoztam. A gyermekek vehették birtokba a lőteret, éles csoki lövészetet tartottak, ahol lufikba rejtett édességekért lehetett célozni. A kamaszok grafitizhettek a romos épület falain. Elbontásra kerül ez a lőtér, és azt gondolom, hogy ez egy ikonikus épülete Marcalinak, hiszen több mint 40 éve most már velünk van, annak ellenére, hogy viszonylag kevés ideig volt használatban, és azt gondolom, hogy egy városnak igenis meg kell emlékezni arról a múltjáról, ami építészetileg is itt található, és a mai nap ez egy kitűnő alkalom arra, hogy a gyerekek legálisan is összegrafitizhessék azt a falat, ami holnap már nem fog állni, és talán nekik is ez megmarad emlékükben, hogy egyszer volt itt egy ilyen épület. Sajnos nagyon rossz állapotban van, tehát a felújítására több koncepció készült, de mindegyik elég nagy forrásigénnyel rendelkezett, és azt gondoljuk, hogy egy sokkal tágasabb teret tudunk létrehozni akkor, hogyha ez az épület innen eltűnik. Arról nem beszélve, hogy esetleg a cirkusznak is egy kiváló helye lehet a korábbi városközponti elhelyezéssel szemben. Különösebb tervek nincsenek, hiszen pont azért született az a döntés, hogy egyelőre a lebontás fog megtörténni, hiszen nincs még végleges funkciója ennek a területnek. Tehát több irányba is lehet gondolkozni, de mindenképpen egy előrelépés az, hogy már ez a kihasználatlan ronda épület nem lesz itt. Tehát ez biztosan bővíteni fogja azoknak a lehetőségét, azoknak a befektetőknek az érdeklődését, akik a városba szeretnének jönni. Az épület komplexum bontása június 20-án megkezdődik. A beton és a tégla törmeléket ledarálják, melyek a város hegyi útjainak feltöltését szolgálják majd.